Díjat kapott a Grapoila, ennek kapcsán beszélgetünk Pincés Marian ügyvezetővel. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást. Látunk többféle elismerést itt az asztalon, illetve az asztalnak támasztva két oklevelet. Melyek ezek? Hát ez a két legfrissebb elismerésünk, bár az a helyzet, hogy meglepetésként tartogattam, de tegnapi napon ismét nyertünk egy Great Taste csillagot, úgyhogy az a legfrissebb, mégpedig a tokai szőlőmagolajunkkal, tehát egy fajta és tájszelektált speciális szőlőmagolajjal. Ez egy ízteszt, még ezek a díjak a környezet védelméről szólnak, konkrétan az egyik a vállalkozói kategóriában a környezetvédelméért díj, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, ezzel a szép emlékkel jutalmaztak minket, mert hogy azt gondolom, hogy ez elég nagy dolog, nagyon sok vállalkozás között nyertük meg ezt a díjat, aminek a központi szereplője a permakultúrás kert volt, ami itt található a 22. kerületben az irodán körül. Úgyhogy ezt itt most nagyon büszkén mutatom be. A másik pedig egy zöld innovációs expon elnyert díjunk, szintén friss. Itt két díjat is nyertünk, két kategóriában. Nyilván mi mindig a vállalkozói kategóriában, de akár az innovációs, akár a környezetvédelmi kategóriákban, ha indulunk, akkor hát sok esetben hozunk el díjakat mindenféle versenyekről, úgyhogy ezekre nagyon büszkék vagyunk. Minek köszönhető ez? Hát én azt gondolom, hogy annak, hogy igyekszünk mindig egy lépéssel előrébb járni. Hiszünk abban, hogy az a jövő, hogy a természethez közel élünk, és a természetet óvjuk, és a környezetünket óvjuk. Erre szerintem nagyon jó példa ez a kert, amiben mindenképpen megjelenik az ember. Tehát fontos az, azt gondolom, mind gondolati síkon és elméletben, mind a gyakorlatban, hogy az emberi tényezőt nem kell és nem szabad kiiktatni, és nem azon kell gondolkozni, hogy hogyan szüntessük meg mondjuk az ökológiai lábnyomunkat, vagy hogyan csökkentsük a nullára, mert az úgy is lehetetlen, hanem inkább pozitív lábnyomokat hagyjunk, ha már itt vagyunk. Úgyhogy ezért is született meg ez a kert, hogy megmutassuk, hogy igen, mi ebben hiszünk, és ennek egy jó helyi mikropéldája ez a permakultúrás kert. Hogyan működik ez a kert most? Jelenleg úgy tartjuk nyitva, hogy egy évben háromszor egy komplett nyílt napot, ami két nap tartunk, rendezvényt, általában összekötjük egy palántavásárral, ahol az ott nevelt palántáinkat lehet megnézegetni, megvásárolni és otthon elültetni. Nyilván ezeket a palántákat elsősorban a saját kertünkben neveljük, de mivel felesleget is termelünk, ezért ebből nőtte ki magát ez a rendezvény. Ezen kívül tartunk workshopokat iskoláknak, óvodásoknak, sőt az egyetem diákjait is fogadjuk. Idén éppen volt egy pár héttel ezelőtt egy gyakorlati napjuk nálunk, a Villányi úti egyetemistáknak, úgyhogy ez azért sok generációt megszólít. Alapvetően vannak kollégák, akik kifejezetten a kertben dolgoznak, de a kert fő célja, azon kívül, hogy edukálunk és visszük a hírét, azon kívül az, hogy a kollégákat biozöldségekkel, gyümölcsökkel lássuk el. Szóval ez egy ilyen extra, speciális, különleges juttatás. Vannak, vagy tudsz arról, hogy vannak akár itt a kerületben, vagy Budapest szerte ilyen kertek, amik ilyen módon működnek, ahogy a ti kertetek? Szerencsére egyre több permakultúrás példa van, nyilván főleg vidéken, azért ezt könnyebb megvalósítani, és az alapkoncepció is nagyobb területekről szól, tehát a zónákra osztja az elmélet a kertet és a művelt területet, és az ötös zóna az például általában egy erdőzóna. Nyilván ezt a zónázást, és főleg az ötödiket nagyon nehéz megvalósítani városban, de az alapelveket, illetve az alapelvek részleteit lehet alkalmazni kisebb területeken is, simán egy normál otthoni kertes házban. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyre több példa van erre, mind nagyobb méretekben, akár szervezetek által, vállalkozások, cégek által létrehozva, akár pedig családi házak körül. Hát ezt jól mutatja az is, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a palántavásáron, hiszen ott egyébként ingyenes kertbejárásokat tartunk, tehát ott az edukáció rész az teljesen
nyitott, szabad, lehet regisztrálni, részt venni, tanulni, szívni magunkból a tudást. Kérdeznek is? Tehát milyen Abszolút. Kérdések merülnek fel? Ugye kertbejárásokat szakértő kollégáink, kertészek vezetik, kifejezetten ilyen végzettséggel rendelkező kertész kollégáink, úgyhogy őket záporozzák a kérdésekkel, de ezek a legegyszerűbbtől a hova ültessem a büdöskét, és mit mi mellé, hogyan lehet, vagy hogyan lehet vizet gyűjteni, és utána azt elvezetni, mennyire használjuk a modern technológiát, zárójában kétszem, hogy nagyon, tehát azt nem kell eldobni, és nem kell elvetni, nem az a rész, tehát nem az a, az elv, hogy térjünk vissza az őskorba, mert nem ott vagyunk, hanem használjuk ki a modern tudományt és annak lehetőségeit. Úgyhogy rengeteg ehhez kapcsolódó kérdés is van, hogy hogyan lehet gazdaságosan üzemeltetni, tehát komolyabb és apró cseprőbb kérdések is felmerülnek. Egy picit ugorjunk vissza az időben. Remélem, hogy jól jegyeztem fel, 2009-ben készült az első olaj? Igen, 2009-ben jött létre a cég, és akkor kezdtük az egészet a szőlőmagolajjal. Azért Grapoilla, mert hogy a szőlőmagolaj, szőlő és olajszavakból rakódik össze ez a márkanév. Ugye ez is egy érdekes dolog, vagy legalábbis szerintem, hogy egy hulladékból tulajdonképpen, hogyha jól olvastam, a borászati hulladéknak számított törkölyből. Honnan jött az ötlet? Hát ez eredetileg egy első fél éves marketing projekt volt az én főiskolai tanulmányaim alatt, ami arról szólt, hogy egy marketing stratégiát kellett kompletten készíteni piackutatással együtt egy bármilyen termékről vagy szolgáltatásról, és akkor a szőlőmagolajra esett a választásunk, akkor nyilvánvalóan... Ez a csapatmunka volt? Ez egy csapatmunka volt, igen. De a céget azt végül is egyedül indítottam, mert hogy megláttam a lehetőséget abban, hogy azért ebből a törkölyből, ami a borászatoknál keletkezik, rengeteg van Magyarországon, még most is azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon kis mennyiséget használunk mi fel ahhoz képest, amennyi lehetőség még van. Nyilván ez folyamatosan növekszik, szerencsére, hogy a végtermék piacát is építgetjük. És igen, hulladékként kezelik. Jó esetben komposzt lesz belőle, de nem használják ki azt a benne rejlő lehetőséget, ami egyébként a teljes törkölyre igaz, tehát nem csak a belőle kiválasztott szőlőmagra, hogy olajat lehet belőle sajtolni, ami nagyon magas antioxidáns vitamin tartalmú, telítetlen zsírsavakat tartalmaz, omega 6, omega 3 zsírsavakat. Tehát nagyon egészséges, nagyon jó külsőleg is, tehát nagyon jó kozmetikai olaj vagy alapanyag. Tehát az összes többi folyamat során keletkező melléktermék is hasznosítható, így a szőlőmagliszt, a szőlőhéjőrlemény, tehát maga a héj is értékes, nagyon sok antioxidáns tartalmaz. Hát az egy kincs, ami persze komposztnak is jó, de azt gondolom, hogy sokkal több hozzáadott értéket lehet teremteni azáltal, hogyha kezdtünk vele valamit, és ezt próbáltuk mi meg, ami most már 14. éve zajlik, és azt gondolom, hogy egyre sikeresebben és egyre több alapanyaggal meg tudjuk ezt tenni. Így van sárga barack magolajunk, ami pálinka főzdéknél a kiválogatott magból lesz, de csipkebogyó magolajunk, ami a teagyártás, ugye Magyarország kifejezetten híres arra, hogy gyűjtjük a csipkebogyót, és nagyon sok teánk, sőt hecsedlire lekvárunk van, ezeknek mind, vagy esetleg a csipkebogyószörp, mind a mellékterméke a mag, amiből szintén lehet olajat sajtolni, bár nem egyszerű, mert kőkemény ez a magocska, nem tudom, próbáltál már valaki rágni, de hát óvatosan. Viszont megfelelő présekkel ki lehet belőle sajtolni az olajat, ami egyébként kiemelten magas a vitamintartalmú, tehát ugye általában az olajok közül is kiemelkedik, tehát nagyon jó kozmetikum az a bőrápoló vitamin ugyanis. Melyik termékre vagy a legbüszkébb? Nehéz. Hát ez nagyon nehéz. Egyébként a kertre, bár ez a nem kertre? Egy termék, de nagyon szeretem. Igen. Köszönjük szépen. Sok sikert kívánunk. Köszönjük.